Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyves log csatornája. A mai videó egy karácsonyi könyvajánló lesz. Arra gondoltam, hogy készítek nektek egy karácsonyi könyvajánlót, de nem téli történeteket vagy karácsonyi történeteket fogok nektek ajánlani, hanem olyan könyveket, amik szerintem nagyon jó kis karácsonyi ajándékok lehetnek. Azt kell mondjam, hogy ez egy meglehetősen szubjektív lista lesz, hiszen majd megpróbálok olyan könyveket ajánlani, amik szerintem jó ajándékok lehetnek férfiaknak és jó ajándékok lehetnek nőknek, de azért teljes mértékben magamból indultam ki, és olyan könyveket válogattam, amiket már olvastam és nagyon tetszett, vagy pedig nagyon szeretnék elolvasni. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ez egy karácsonyi könyvajánlóba bújtatott karácsonyi TBR lista, de mindegy is, kezdjünk bele. Kezdjük azzal a három könyvvel, amit szerintem jó ötlet lehet férfiaknak ajándékozni, és ha van olyan ismerősötök, aki nagyon sokat hallgat podcastot, vagy nagyon szereti a TED előadásokat, akkor szerintem neki jó választás lehet Malcolm Gladwellnek az új kötete, az Ismerős ismeretlenek. Malcolm Gladwellről már áradoztam ezen a csatornán, és szerintem még fogok is, hiszen egy nagyon-nagyon jó írónak és gondolkodónak tartom. Ezt az idei megjelenési könyvét még nem olvastam, de az összes többi Malcolm Gladwellt igen, úgyhogy tulajdonképpen csukott szemmel merem ajánlani ezt a könyvet, de egyébként a régebbieket is, hiszen a HVG kiadó most ezzel egy időben ugyanilyen borítóval, vagy hasonló borítóval megjelentette a korábbi írásait is. Ez a könyv tulajdonképpen arról szól, hogy gyakran teljesen hibás eszközökkel és stratégiákkal próbálunk megérteni számunkra idegen embereket, és nagyon gyakran a kommunikációnk félre csúszik, és ez nem várt következményekhez vezet. Hogy egy picit megvilágítsa Gladwell ezt a problémát, rögtön a bevezetőben hoz nagyon érdekes példákat, és az egyik kedvencem ebből az egy történelmi példa. Ez pedig nem más, mint a spanyol hódítónak Cortéznek és az azték uralkodónak második Moctezumának a találkozása. Amikor ez a két ember találkozott egymással, akkor nem csak arról volt szó, hogy itt két vadidegen ember találkozik, hanem arról is, hogy két teljesen ismeretlen kultúra találkozik hirtelen. És bár nem ismerték egymást, próbáltak kommunikálni, és próbálták egymást megérteni, viszont ez teljesen félresiklott, és egy véres háborúba torkollott. És Gladwell, meg egyébként más történészek is azt mondják, hogy ennek a totális félreértésnek hibás értelmezés volt az alapja. Ugyanis amikor Cortez megismerkedett Moctezumával, és az azték uralkodó elhívta őt az egyik palotájába, akkor Moctezuma adott egy köszöntő beszédet. És ebben a köszöntő beszédben ő úgy beszélt Cortezről, mint egy istenről, aki elérkezett és egy ősi proféciát fog beteljesíteni, tehát tulajdonképpen ez Cortez tolmácsokon keresztül úgy értelmezte, hogy Moctezuma egyszerűen behódol neki. Holott az ott lévő aztékok pontosan tudták, hogy Moctezumának az álszerény virágnyelve mögött valójában mi a tényleges üzenet. Ugyanis a korabeli azték nyelvben például a nemes szónak volt egy gyermekjelentése, és ez nagyon jól rávilágított arra, hogy egyfajta álszerénységet vártak el az uralkodótól, és tulajdonképpen, amikor Moctezuma arról beszél, hogy ő kicsi és gyenge, akkor tulajdonképpen saját nagyságát és hatalmát próbálta elmagyarázni Cortéznek a saját nyelvén. Viszont mivel Cortéznek fogalma sem volt az azték nyelv finomságairól, ezért ő teljesen úgy értelmezte ezt a beszédet, hogy itt most az azték uralkodó behódolt neki, és innentől kezdve a történet már ismert, megölte az azték uralkodót, kitört a háború, és ebből a háborúból nem az azték birodalom került ki győztesen. Ez a kötet tele van még ilyen és ehhez hasonló sztorikkal, ahogy nézegettem a tartalomjegyzékét, van itt a jó barátok értelmezésétől kezdve Sylvia Plath öngyilkosságán át egészen banális rendőri intézkedésekről szó, amik nagyon-nagyon szomorú véget vettek, és mindegyiknek az oka az tulajdonképpen ez az egymás totális félreértelmezése volt. Ebben a könyvben pedig Gladwell pontosan ennek az okát keresi, hogy miért csúsznak félre ezek az üzenetek, és mit tudunk tenni, hogy jobban megértsünk egy ismeretlent. A következő könyv, amit szintén férfiaknak ajánlok, az nem más, mint Dezső Andrásnak két kötete, a Mafiózók Mackonnadrágban és a Magyar Kóla. A Magyar Kóla a frissebb megjelenés, a Mafiózók Mackonnadrágban tavaly jelent meg, de mind a kettő egy nagyon jó oknyomozó kötet. Dezső András egyébként a Telex előtti Index újságírója volt, és sokat foglalkozott
szervezett bűnözéssel és hasonló ügyekkel, nagyon sok ilyen cikk sorozata jelent meg, és ez a két könyve is ezt a témát vizsgálja. A Mafiózók mackonadrágban az tulajdonképpen a magyarországi szervezett bűnözés történetét göngyölíti fel a 70-es évektől napjainkig, a Magyar kóla pedig a kokain magyarországi útját. Ez mind a kettő egyébként olyan téma, amiről valószínűleg a legtöbbünknek halvány fogalma sincsen, hogy kik a szereplői, hogy zajlik ez az egész. Dezső András nagyon sok mindenkivel beszélgetett, nagyon sok levéltárban járt, iratokat, újságcikkeket nézett át, és abból állította össze mind a két kötetet. Egyébként hallgattam egy nagyon jó kis interjút a szerzővel, Szabadossági podcastjében, ahol azt mondta, nagyon érdekes volt, hogy az első könyvét, a Mafiózók mackonadrágban olyanok is a kezükbe vették, vagy olyanoktól is kapott visszajelzést, akik egyébként nem olvasnak szinte soha, és szerették ezt a kötetet. Úgyhogy, ha van olyan ismerősötök, akiről tudjátok, hogy nem szokott olvasni, de szeretnétek egy picit rávenni az olvasásra, akkor nekik is jó ajándék lehet, illetve olyan férfiaknak is szerintem, akik nagyon pörgetik a híroldalakat, fogyasztják a híreket, érdekli őket a közélet, vagy az oknyomozó újságírás, a bűntények, nekik is tudom ezt ajánlani. És ha olyan barátnak vagy családtagnak kerestek könyvet, aki szereti a szép irodalmat és szeret főzni, akkor most jelent meg Dragomán Györgynek a Főzős könyv című könyve, amit szintén nagyon ajánlok. Nem olvastam, még nem került a kezembe, viszont ez is rajta van a TBR listámon. Ahogy olvasgattam, ez nem egy receptkönyv, hanem sokkal inkább ilyen gasztroesszék vannak benne. Én követem Dragomán Györgynek a Facebook oldalát, és ott elég gyakran posztol ételekről. Nagyon szeret főzni, látszik rajta ez az igazi szeretet és elkötelezettség az ételek és az ételkészítés iránt. Én úgy képzelem el ezt a könyvet, mint egy nagyon jó ilyen kis irodalmi csemegét, amiben gasztro írások vannak, és mellette különböző receptek, ahol Dragomán György ételeit nézegetve szerintem az egyszerűt néha bonyolítja, bonyolultat néha egyszerűsíti, és a hagyományos ízektől kezdve egy picit a kísérletezésen át mindenféle dolog van benne, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép kötet, és mivel egy nagyon friss megjelenésről beszélünk, ezért nagy eséllyel biztos, hogy nem lesz meg annak, akinek szánjátok. És evezzünk át más vizekre, most mutatok három olyan könyvet, ami szerintem jó lesz egy női olvasónak, legyen az barátnő, családtag, munkatárs, bárki. És ebben a részben erőteljesen át fogunk csapni egy TBR listába, hiszen a három könyv közül kettő olyan, amit magamnak vettem karácsonyra, de még nem olvastam, és az első közülük az nem más, mint René Denfeldnek a Hol vagy Madison Calvert című könyve. Ezt a könyvet elsősorban olyan nőknek ajánlom, akik szeretnek női szerzőktől olvasni, szeretnek nőkről olvasni, szeretnek télen-téli történetet olvasni, és elsősorban cselekményközpontú könyveket preferálnak. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon izgalmas, télen játszódó történet, amelynek a középpontjában egy eltűnt kislány van, ő Madison Calvert. Madison Calvert egy 5 éves kislány, aki a szüleivel Oregonban él, és az egyik téli napon elindultak a szülőkkel együtt a közeli erdőbe, hogy kivágjanak maguknak egy fát, karácsonyfának. És eközben a kis kiruccanás közben Madison eltűnik. Keresi a rendőrség, keresi mindenki, senki sem bukkan a nyomára, és évek telnek el, de a szülők nem adják fel a reményt, hogy még előkerül a kislányuk. És utolsó reményként megkeresik a főhőst, Naomit, aki egy eltűnt gyerekek megtalálására specializálódott magánnyomozó, hogy segítsen nekik felkutatni a kislányukat. A főszöveg szerint egyébként Naominak különleges képessége van arra, hogy megtalálja az elveszett gyerekeket. Nem teljesen világos, hogy mi ez a különös képesség, én valami olyasmire gyanakszom, hogy valami médiumféleség lehet, de lehet, hogy nincs igazam. És tulajdonképpen a történet arról szól, hogy Naomi elkezd nyomozni ezután az eltűnt kislány után. Szerintem ez egy rettentően izgalmas történet, és mivel ez is egy nagyon-nagyon friss megjelenés, jól fog mutatni a fa alatt. A következő könyvet olyanoknak ajánlom, akik szeretnek szintén női szerzőktől olvasni nőkről, viszont a karakterközpontú történeteket szeretik, ez pedig nem más, mint Margaret Atwoodnak az új könyve, a Macskaszám. A történet főhőse egy Elaine nevű festőművész,
akinek meglehetősen ellentmondásos a megítélése, és szülővárosában egy életmű kiállítást terveznek neki, és ő emiatt hazautazik Torontóba. És a szülővárosában mindenféle emlék megrohanja, találkozik múltbéli emberekkel, barátokkal, szerelmekkel, tulajdonképpen erről szól ez a történet, illetve arról, hogy milyen lehetett női művészként érvényesülni a 20. század második felében. Mivel a fülszöveg nem árul el többet a történetről, gyanítom, hogy ez tényleg egy erőteljesen karakterközpontú regénye Atwoodnak, úgyhogy tényleg olyas valakinek ajándékozzátok, aki szereti ezeket a lassú folyású, lassan építkező történeteket, hogyha Atwoodtól valamilyen pörgősebb, cselekményorientáltabb történetre vagytok kíváncsiak, akkor inkább válogassatok más köteteiből. És hogy a női olvasók sem maradjanak non-fiction nélkül, a harmadik könyv, amit ajánlok, az egy életrajz lesz, és ezt olyanoknak ajánlom ajándékba, akik szeretik a divatot, vagy a divat történetet, és ez a kötet nem más, mint Simonovics Ildikónak a Rothschild Klára életrajza. Rothschild Klára egy egészen elképesztő figurája a magyar divat történetnek, tulajdonképpen a szocialista korszak divat királynője, a keleti blokk Coco Chanelje, aki tulajdonképpen képes volt arra a bravúrra, amire nagyon sok mindenki nem, hogy megtarthatta a szalonját, viszonylagos önállóságát a szocialista korszakban is. Rothschild Klára amúgy már az 1930-es években egy jól menő divatszalont működtetett Budapesten, és a klientúrája is egészen elképesztő volt, az arisztokrácia krémje volt tulajdonképpen a vevőköre. Viszont abban az időben ez nem volt annyira különleges, hiszen több olyan divatszalon is volt, mint az övé, és más divatszalonoknak is voltak arisztokrata vendégei. De ami döbbenetes az ő karrier történetében az az, hogy a divatszalonok államosítása után ő pár évvel visszakapta tulajdonképpen a szalonját. És bár nem a saját nevén, de működtethette ezt az üzletet, és az ő szalonja tulajdonképpen egy pici szigetet jelentett a szürke hétköznapokban, ahova a nyugat szele is elért, és a párizsi divatházak modelljei jelentek meg a vevők előtt. Ahogyan a háború előtt, a szocialista korszakban is nagyon impozáns vevőköre volt, az akkori politikai elitnek a feleségei jártak hozzá, neves művészek jártak hozzá, olyan hölgyeknek tervezett ruhákat, mint Kádár Jánosné, vagy Titó felesége, vagy a művészek közül Törőcsik Mari, Psota Irén, vagy Halász Judit. És ebben a könyvben Simonovics Ildikó azt vizsgálja, hogy ez a kivételes asszony hogyan tudott önálló maradni, és hogyan tudott egy ekkora énmárkát felépíteni a szocialista időszakban. Simonovics Ildikó egyébként Rothschild Kláráról nem csak könyvet írt, hanem egy kiállítást is rendezett, ez a Nemzeti Múzeumban volt látható. A múzeum honlapjáról egyébként megrendelhető ez a katalógus, ami azért is nagyon különleges, mert a könyv nagyon szépen megismertett Rothschild Klára titkával és az életével, viszont a ruháknak kevesebb szerep jut. Ebben a katalógusban viszont tényleg ott vannak azok a gyönyörű ruhák, amik a Rothschild szalonban is kaphatóak voltak, és ezek a ruhák sokszor külföldi divatházak, a párizsi nagy divatcégek mintáit követték, a magyar ízléshez és a magyar viszonyokhoz szabva. Egy lapozgatós album vagy egy katalógus szerintem szintén nagyon jó karácsonyi ajándékötlet, és tényleg gyönyörű ruhákat, gyönyörű fotókat fogtok látni benne. Remélem hasznos volt ez a videó számotokra, és segített egy kicsit a karácsonyi ajándékötletek között. Kommentben várom a megjegyzéseiteket, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, és találkozunk a következőben. Sziasztok!